A Bódva folyó ágai által átkarolt szigeten álló edelényi Lüliékoburg kastély a magyarországi korabarokk építészet egyik gyöngyszeme. Az 1730-ra befejezett kastély építtetője az Elzász-Lotaringiából származó Jean-François Lullié volt, aki a török ellenes harcok utolsó évtizedében jeleskedett. Halála után özvegye új férjével, Eszterházy István gróffal jelentős átalakításokba fogott, az emeleti szobákban ekkor készültek a magyarországi rokokó legnagyobb összefüggő falképei, amelyeken görög-római mitológiai történetek, a korabeli főnemesi élet és különböző mezőgazdasági munkák elevenednek meg. 1838-ban a birtokot a német Szász Coburg család vásárolta meg. Ők létesítették a térségben az ország legnagyobb cukorgyárát. A kastéllyal viszont nem igazán foglalkoztak, csak a 20. század elején kezdtek bele felújításába. Az épület 1928-ban az igazságügyi minisztérium tulajdonába került, amely hivatalokat alakított ki a falak között. Majd a II. Világháború után további intézmények is itt leltek új otthonra. A leromlott állagú kastélyt a 80-as évek végén ürítették ki, felújítása pedig a közelmúltban fejeződött be, így végre ismét régi pompájával várja látogatóit.